A Besenyei téren áll Kállai Miklós egykori kúriája, utoljára 10 éve használták az épületet, most állami forrásból újul meg. A közel 1 milliárd forintos beruházás után a Kállai gyűjtemény is ide kerül majd. Magyarország egyik legnagyobb múzeumfaluja is a megyeszékhelyen működik, a Sóstói Múzeumfalu egy 1,5 milliárdos fejlesztés előtt áll. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően évről évre növekszik itt a látogatószám. A 3. fontos kulturális fejlesztés majd a szabadtéri színpadra tervezi a város. A 900 férőhelyes teátrumot is szeretnék korszerűsíteni. Széles körűek a kulturális programok is a megyeszékhelyen, a Kántemusz és a Vidar után most egy új fesztivál szervezésére pályáznak, amit 2 évente rendezne Nyíregyháza. Egy pályázatot adjunk be, egy minőségi néptáncfesztivál megrendezésére. Erre a néptánc együtteseink, a hagyományaink azt gondolom, hogy minden alapot megadnak, és a törekvés is az igény is, hiszen itt még a Pulyabál is olyan népszerű, hogy az egész nap teltházban, a műfázban. Tehát szeretnénk ezzel a kultúránkat továbbvinni, bemutatni, és egy kicsit a város turisztikai brendjét színesíteni, úgy, hogy ez egy turisztikai attrakció is legyen. Erre azért van lehetősége a városnak, mert a kormány jövőre a 2016-os összeg dupláját, összesen 500 millió forintot fordít a vidéki fesztiválokra, közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A támogatás elosztásánál több szempontot is figyelembe vesznek, például, hogy minőségi és sokszínűek legyenek a programok. Azért is fordítanak 500 millió forintot ezekre a rendezvényekre, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb tudjon eljutni valamilyen kulturális programra, hangzott el a sajtótájékoztatón. Minden település erősebbé válik, hogyha összetartóbb, az összetartáshoz nagyon fontos a helyi kultúra, a helyi teljesítményre való büszkeség. Egy-egy ilyen rendezvény, akár egy formabontóbb nyári fesztivál, akár egy rendszeres kulturális rendezvény, egy igényes kulturális helyszínen, ami felújított, korszerű, az sokkal inkább átszövi a várost emberi kapcsolatokkal, és ezekből az emberi kapcsolatokból lesz aztán gazdasági gyarapodás, akár munkahely, akár együttműködés, gazdasági kapcsolat, vagy az egész város ekkor válik büszkébbé és erősebbé. Ezért fontos a kultúrának a közösség összekovácsoló szerepe. Nyíregyházán az elmúlt 5 évben megduplázódott az itt töltött vendégészakák száma. Ezt a növekedést a fesztiválok és a turizmus fejlődése segítette. A város és a megye egyik legfontosabb kulturális programja a jelenlegi zajló Vidor Fesztivál, amelyet már idén is támogatott a kormány a 250 millió forintos keretből.